közel 4 évtizede már a bolgár irodalom és kultúra vonzásában vagyok, és ezen belül természetes módon jutottam el oda, hogy a műfordítói tevékenységem során igyekezze minél nagyobb teljességét adni a bolgárul író irodalmáraknak író kapcsolatot tudtam kialakítani, főleg Szófiában nagyon erős és általuk is tisztelt, már saját közösségük által tisztelt szerzőkkel. Sajnos a legnagyobb név, aki a kortárs bolgár cigány költészet mestere, Uszin Kerin, vele már nem találkozhattam, de Szali Ibrahimmal, a kiváló költőnővel személyesen is többször, nem beszélve Vaszil Csaprázovról, aki szerintem most leginkább összefogja az ottani értelmiségi életet, mármint a romai szerzőket életet, megszerettem, utána a verseiket is megszerettem, szinte mindegyikükkel személyes kapcsolatot alakítottam ki, és lefordítottam őket. Egyrészt lefordítottam egy magyar antológia számára, amelyben nemzetközi összeállítást tettek közzé a világban, főleg Európában élő cigány költőktől. Másrészt pedig lefordítottam magyar folyóiratok számára is, többek között a Ketanodrom is megkért erre, és szívesen tettem. Ugyanakkor kint létem, és főleg igazgató időszakom 5 év alatt azt is megtehettem, hogy ennél a fordítói munkánál többet tegyek. Gyakran voltam vidéken, ahol cigány szerzők, cigány képzőművészek kiállításaival szerepeltünk, és azóta is én nagyon jó kapcsolatban vagyok, mint a Naput főszerkesztő és a Naput kiadó vezetője a magyarországi kisebbségekkel. Maga a Naput is adott már ki 2 cigányösszeállítás, meg többször szerepeltek nálunk cigány alkotók, és nem csak irodalmárok, költők. Ez a szándékos és arszpolitikánkba illő, már műhelyünk arszpolitikájába illő törekvés vezetett, amelyet igyekszünk tartalommal megtölteni. Ezután is, mint hogy ezt eddig igyekeztem Szondi Györgyként, ilyenfajta, hát nem tudom erős szó, de közvetítő szerepben és egy otthonadó, összegező szerepben megoldani.